Tánc bemutatóval vette kezdetét a Csokonai Gimiben a megújult tornaterem hivatalos átadása október 15-én, csütörtökön délelőtt. Az átadáson Tóthné Nyiszteruk Hilda, az iskola igazgatónője köszöntötte a meghívott vendégeket, akik között ott volt Taon Róbert, Újpest önkormányzatának jegyzője, aki szintén beszédet mondott az eseményen, valamint dr. Dabusz Fájez, önkormányzati képviselő, Üze István az UTE elnöke és Ancsin Ildikó az UTE röplabda szakosztályának vezetője is. Az igazgatónő az esemény után kameránknak beszélt a felújításról, amely egy pályázat segítségével, valamint az UTE és az önkormányzat összefogásával jött létre. A Csokonai Gimnáziumnak a tornatermének az alját újították fel, összefogással készült el valamennyiünk nagy örömére. Az UTE röplabda szakosztályának vezetője, Ancsin Ildikó kezdeményezte a mi iskolánk nagy örömére és a gyerekeknek örömére, hogy egy pályázat kapcsán, hogy újuljon meg a tornatermünk alja. Ez körülbelül 2 éve merült fel először, és 2 év óta mindent megmozgatva próbálkoztak ezzel, és most az idén Újpest önkormányzatának támogatásával, illetve az UTE-nek a támogatásával és egy pályázati forrással sikerült ezt megvalósítani. Az újonnan lehelyezett burkolaton már nem csak a diákok, de a röplabdások is sokkal modernebb és egészségkímélőbb körülmények között edzhetnek. Mindenképpen a gyerekeknek az egészségét óvja, illetve tehát könnyebb rajta mozogni, és a testfelépítésüket is óvja. És hát a vonalak, a csíkok, amik a különböző sportágakhoz szükségesek, főleg a röplabdához, de a többi sportághoz is, azoknak a felfestése is megtörtént. A frissen festett vonalakat pedig a diákok különleges módon avatták fel. Búcsúzóul nézzünk bele a produkcióba, melyben a gyerekek élő logókat formáltak az UTE-nak és az iskolájuknak.